Keresték az utat, hogy családjuknak jobb sorsot teremtessenek. Ennek hatására megkezdődött az elvándorlás Bukovinából. Komoly kutatómunkával állították össze azt a karácsonyi műsort, amit a bátaszéki székelyek baráti köre mutatott be meghívott vendégeiknek évzáró ünnepségükön. A műsor történelmi tényekre és székely anekdotákra épült. A tavalyi készültség, meg az idei készültség most egybe benne volt, mind energiába, mind időbe, egy picit lehet, hogy hosszúra sikeredett, de ahhoz, hogy kerek legyen a történet, ahhoz kellett ez. Mi azt a címet adtuk neki, hogy Madéfalvától Bátaszékig. Tulajdonképpen a székelyeknek a Magyarországról, Osztrák-Magyar Monarchiából Magyarországra településére emlékezünk ebben az évben, 80. év jelen pillanatban, és ezt próbáltuk egy kicsit karácsonyias, kicsit ünnepi hangulatba öltöztetni, és megjeleníteni mindegyik színt, ahol őseink, még ha rövid időre is, de megvetették a lábukat. Mi itt Bátaszéken a 80. évfordulót külön nem ünnepeltük meg, a szövetséggel együtt ünnepeltük meg Bonyhádon, és úgy gondoltuk, hogy hozzá lehet kapcsolni az ünnephez. Én a műsor elejét így is kezdtem, hogy talán kérdéses, hogy miért pont karácsonyra tesszük. Én azt gondolom, hogy ez az egyik ünnep az évben, ami biztos, hogy annak idején is megünnepeltek. Akár szűk, akár tágabb családi körben, vagy barátokkal, bárhol is esett éppen ez az ünnep, tehát bárhova vette őket a sors, biztos, hogy megünnepelték. És én azt gondolom, hogy jelen esetben adott volt minden hozzá, hiszen gyerekek, szülők, nagyszülők, több generáció egyben, barátok alkalmas volt most arra, hogy ennek egy napot szenteljünk legalább. A műsorban több mint 40-en szerepeltek összesen, így a próbákat sem volt könnyű összeegyeztetni. A próbáink vasárnaponként vannak a felnőtt csoportnak. 4 órától 5 óráig van az énekkar, 5 órától sokáig. 7:30-8:00-ig van, hogy még tovább van a felnőtt tánccsoportnak a próbája, és 2 alkalommal jöttünk ide a kultúrházba, mert mégiscsak ez egy színpadi jelenet, tehát nagy a székelyház, meg lehetne ott is tartani, de úgy gondolom, hogyha a csoport ki van emelve a nézőtérről, akkor sokkal látványosabb és sokkal érzelemdúsabb is a történet. Egyre nehezebb valós székelyeket, tehát aki A-tól Z-ig székelynek vallhatja magát, egyre nehezebb olyanokat ide invitálni. Én azt gondolom, hogy olyan műsort kell készíteni, ami bárkit vonzhat, bárkit érdekelhet, és esetleg maga a cím, ahogy az újságban is megjelent, illetve a meghívókon megvolt, fölkelti a kíváncsiságot. És bár lehet, hogy sokszor hallották már a dalokat, sokszor hallották már a verseket, látták esetleg a táncokat, de hogy melyik korhoz köthető, tehát éppen a vándorlásnak melyik stációjához köthető, az talán most volt a legkerekebb. Molnár Péter azt is elmondta, nagyon fontosnak tartja a közös programokat, hiszen az együtt töltött idő megfizethetetlen. Minél többet együtt lenni, annál jobban megismerjük egymást, annál jobban megismerjük az idősebbeket, annál több emlék, sztori, valós történet vagy anekdota, de felszabadul belőlük, és tovább tudjuk vinni. Meg tudjuk hallgatni, és tovább tudjuk adni. És hát van is kinek, hiszen rengeteg gyermek részt vett a műsorban.
gyerekek egyelőre arra vevők, hogy együtt legyenek. Szórakozzanak, táncoljanak, játszanak, és ha ez megvan, akkor onnantól kezdve nekünk könnyebb a dolgunk, mert szívesen jönnek közénk, szívesen jönnek oda a székelyházba, és ha már ott vannak, akkor azt gondolom, hogy ragad is rájuk, aztán ha a kor belejönnek abba az életkorba, hogy a kíváncsiságuk kiteljesedik, akkor biztos, hogy tovább tudják vinni, amit még jól lehet, mi sem kaptunk meg 100%-ban. Az ünneplés a székelyházban folytatódott, ahová minden megjelentet szeretettel vártak.